Sziasztok, egy újra a Szélőláz a rovat, és ezúttal egy királyi sorozat mutatok be nektek, amely igazából királynői, és hogy mennyire király, ezt mondja meg fogjátok tudni. Ugye ez a koronáció sorozat, ami 16-ban, 2016-ban jelent meg, és mindjárt 17-ben el is nyerte, csak 16 év végén el is nyerte az Emmy díjat, mondjuk trükkösen, mert úgy kapta meg, azt hiszem, hogy a legjobb minisorozat, ami nem teljesen igaz, hiszen eleve tudva volt, hogy 6 évadnak terveznek, két évadonként egyébként új színésznők és hát új korszakok jelennek meg, második Erzsébet királynő életéről, hiszen a sorozat nem másról szól, mint második Erzsébet királynő életéről, annak minden szegmeséről. Persze lesznek olyan elemek, amelyek picit szappanoparisztikusnak tűnnek, de állítólag a valóságban is nagy részt így megtörténtek. És lesznek olyan elemek, amelyek a történelem sötétebb korszakaira foglalkoznak, Anglia szemszögéből, és hát akár néha a világ szemszögéből is, illetve a királyi családra zúduló különböző problematikák tényleg minden térről előjönnek. A korona súlya, nem hiába az a címe a sorozatnak, hogy The Crown, a korona, az nagyon erőteljesen van szimbolikusan is jelen, és néha szinte konkrét döntések esetén a sorozatban, hogy a koronát hordozni nehéz, és súlyos feladat, és teher, és az államot, és az országot, illetve valósában Nagy-Britanniát, nem csak Angliát, kormányozni valamilyen szinten, hiszen még a kormány fölött is áll bizonyos szinten a királynő, illetve a kormány döntéseire sokszor válaszolnia is kell, jóvá hagyni, és vice versa is néha fordítva. Az nem egy egyszerű és könnyű feladat. És sokan azt hiszik, hogy ez így van. És a sorozat ezt akarja egyrészt úgymond elvetni, hogy ez hát nem igazán volt így. És akkor még nem beszéltük a rohadtsok utazásról, ami a királynőre és férje Fülöp hercegre várt, de a többi távolabb közelük családtag is, például a húga, és nagyon sok megpróbáltatáson esik át. Nagyon durvákon, olyanokon, amelyek néha szinte középkori szintű döntések, hiszen 20. században, de még a 20. század közepén vége felé is bizonyos házasságbeli kérdéskörök és a szerelemnek való ellentmondás. Azért az elég teljes, olyan, mintha visszamentünk volna a középkorba, vagy az újkorba, ahol szinte erről meg ott tározok, ki kihez mehet hozzá és kihez nem. Nagyon érdekes dolgok ezek még most is itt is előkerülnek, illetve a különböző politikai és diplomatikus problematikák. Ugye előkerülnek például a Suez helyzete már ugye az évad végén, de majd a másik évadra fog az igazán élesedni. És ott van például még a kisebb-nagyobb összezördülések sora. Például a második Erzsébet, az egy Fülöp herceggel sem volt legtöbbször mindig felhőtlenül boldog. A legtöbb házasságban mindig vannak kisebb-nagyobb csörték, veszekedések, sokan azt mondják, egy jó házasság, titka, egy pár kisebb-nagyobb veszekedés. És mindig jelen vannak sokak szerint ilyen házasság során, itt is hiába nagy nevekről, és hát a királyi családról beszélhetünk, ugyanúgy előfordultak ilyenek, és ennek az okai is mindig jelen vannak a sorozatban. És sokszor előkerül a korona terhe, ami elindítja mindezen problematikákat. De minden lett a sorozat egy erőteljes dráma, és nem csak szappanaparisztikus elemek vannak benne, amelyek egyébként próbálnak realitástalan elmaradni, hanem kőkemény dráma. Ami főleg az első két-három részben van jelen, Hatodik György király, a Dadogó király, akit már eljátszott ugye Colin Firth nagyszerűen. Gyakorlatilag itt láthatjuk az 50-es éveit igazából, amennyi sajnos megmaradt belőle, hiszen azt hiszem 56 vagy 57 évesen meghalt. Ezt is láthatjuk, hogy miért, és hogy hogyan, és hogy nem tudja átvészelni ő és a családja. Nagyon sok érdekes dolgot megismerhetünk a hagyományokról is, ami a királyi családot életi, illetve az uralkodásnak a hagyományairól konkrétan. A sorozat a legdrágább európai sorozatok egyike, vagy hanem a legdrágább 100 millió font egy évad. Igen, ez nem kevés pénz. 100 millió dollár, vagy ez körül szokott lenni, szóval egy trónokharca évad mostanában. Mondjuk a legújabb az igazából hát epizódra bontva drágább lesz mindennél, de eddiginél. Ami most majd ugye jövőre jelen az utolsó évad, de
ez a sorozat az közel lehet hozzá, főleg, hogy a dollárra átszámítjuk ezeket a milliókat. És 10 rész van egy évadban. Ami mindenképp kiemelendő, és látszik a befektetett pénz egy gyümölcse, az egyrészt a megfelelő szuper jó színészi gárda kiválasztása. Itt van Claire Foy, akit hát ez a sorozat röpített igazán a fellegekbe, de Matt Smith-et is nagyon sokan megkedvelték, nem csak Dr. Who-ként, meg sok más kisebb nagyobb szerepből, hanem most már innen is ismerős lesz, ő ugye Edinburgh hercege alias Philip, Elizabeth, második Elizabeth-i Erzsébet hercegnő, illetve aztán később ugye királynő, Claire Foy. Akit még esetlegesen kívánik, az van ez a Kirby, aki Margaret hercegnő, vagy Margit hercegnő alakítja, ő a húga második Erzsébetnek, ő is nagyon jó, ugyanis nagyon sok megpróbáltatáson esik át már az első 10 rész alatt is. Nekik mindenkit ki kell még emelnem, az John Lithgow, aki Winston Churchill-t nagyszerűen alakítja, külsőleg nem hasonlít annyira, mint mondjuk a, hát egy filmre volt a sokkal drágább, valószínűleg sokkal drágább Darkest Hour, a legsötétebb órában láthattuk, Gary Oldman, viszont a játékában hosszabb ideig jól kibontva a karaktert, sokkal jobban megismerhetjük, amit ott hiányoltunk picit, például Gergőjékkel voltatókban, a City jobban visszakapja az ember ebbe a sorozatban, hogy milyen ember is volt igazából ő, milyen döntéseket mentett át, és hogy öregségére kicsit mennyire megváltozott, és hogy egy-egy ilyen a háború alatt nagyon is jól megedződött, és nagyon is hasznos vezető. Mennyire nem hasznos olykor békében, és hogy mennyire nem tudja kezelni az országot békében. Ezt is láthatjuk nagyon jól, John Lithgow alakítása van, aki például a Mai Bolgója lázadásban szerepelt. De nagyon sok más filmben is általában mellék karaktereket játszott. Aztán ne felejtsük el, hatodik Györgyként azért az egyik szintén legjobb szereplő, Jared Harris-t, aki mostanában egyre több sorozatban és filmben föltűnt. Például a 2011-es Sherlock Holmes 2-ben is. Iszonyatosan jól adja vissza a láthatóan még mindig sokszor lámpalázas, és emiatt egyfajta dohányzó király viselkedését, manőrjeit, és azt a drámát, ami a rákra rájöve mindenképp nehezen tud feldolgozni, illetve feldolgozhatatlan szinte, és nem próbálja elárulni ugye a családtagjainak, és mégis ott van benne, és ezt nézőként már az első perctől láthatunk. Nagyon sokszor láthatunk már ilyet, de a királyi családon belül, illetve egy ilyen érdekes karakter esetén nem láthatunk harcot a rákkal, ami legtöbbször sajnos legyőzhetetlen, és itt is ez a helyzet, aminek természetesen nagy részt az örökletes stressz és az a hatalmas napi 30 darabos dohányzás okozta a kárát. Azt is láthatjuk, hogy visszaemlékezésekben, hogy hogyan nőnek fel, és hogy milyen tanácsokat kapnak gyerekkorukban Elizabeth és a húga, a királytól, illetve az anyukáiktól, vagy a nagyumáiktól. És hogy ezeket később bizonyos esetekben hogyan és miért kell betartania, vagy miért kell esetlegesen valamiért megváltoztatnia. Láthatjuk a modernizálást a történet során, hogy hogyan próbálja egy kicsit modernizálni az uralkodást, bizonyos esetekben pedig pont nem, ahol szerintem szintén kellett volna. Aztán vannak olyan visszaemlékezések, amikor még a 30-as években, a második világháború korszakában is visszamegyünk, vagy a 40-es években, mert az történet alapvetően ugye az 50-es évek elejétől veszi fel igazán a napvonalat, de ezek a visszaemlékezések, illetve ezek az mond előzmények, nagyon látványosak, és ahol már a látványról beszélek, a fényképezés van a mester, és azok a tájak, azok a helyszínek, ahol forgattak, csodálatosak. Ebben is látszik a belevett 100 millió font, és ami még szintén látszik, az például a zene, amelyet a főcímtején maga Hans Zimmer csinált, és erre erősen hajazó, és rá épülő zenét alkotott még Rupert Gregson Williams, aki ott van maga is régen Hans Zimmer tanítvány volt, illetve Harry Gregson Williams a bátyja, talán ő is, ugye ő Piranha Narnia filmek zenéjét csinálta. Ő pedig a Rupert, ugye ezt, illetve nem rég van, de Rupert zenéjét nagyszerűen, és itt is helytállt. Azért
ha figyelnek sok mindenre és nagy a költségvetés, akkor a zenére is szoktak mindig figyelni az ilyen nagyobb sorozatoknál. Itt a Netflix most erre is figyelt, hiszen a sorozatot a Netflix készítette. Nagyon jó reklámja is volt, hatalmas sikere van, a legtöbb nagyobb országban még a vezetők is ezt figyelik, hogy régen a Downton Abbey-t és a Trónokharcát nézték mindig, hogy még nézik is máig. Ez a sorozat is bekapcsolódott most. Sok-sok uralkodó és elnök heti sorozatjává avanzsálódott. Ami még mindenki pontos említenem, hogy a költségvetés látszik a nagyszerű ruhákon, jelmezeken és a díszleteken, illetve azokon is, hogy olyan kastélyokba forgatnak, ami nagyon hasonlít a Buckingham palotára, vagy különböző más palotákra. De úgy tudom, eredeti helyeken nem sokszor tudtak forgatni. Nagyon tetszenek a tanulságok a sorozatban, meg legig jelen vannak, és legtöbbször nem szájbarágban. Egyébként érdekes, hogy ez egy kritika is elhangzott az évadot, illetően maga a második Erzsébetnek tetszett összességében, viszont túl dramatizáltnak vélte sokszor. És ezt néha én is éreztem, illetve az, hogy egy-két rész a 10 részből nagyon lassú és mondhatott lett, és szinte felesleges is volt, bár felépített és kiépített és megismertetett részletesebben egy karakter, például Churchill utolsó mondjuk fél egy évét a kormányzásban, a második miniszterelnöksége alatt, viszont ezen kívül az a rész semmit nem adott, és sokszor önismétlő volt a részen belül mondani való. És szerintem annak is az oka, hogy szinte majdnem minden részt más rendezett, és nagyon hullámzó teljesítményű rendezőket kaptunk. Nem olyan jó minőségek, mint a Boardwalk Empire-nál, Rómánál vagy a Trónokharcánál, amelyekből szó szerint kiválogatott szuper rendezők állták a sorat. Itt azért láttam, hogy kísérletezések voltak, nem mindig jöttek be. Természetesen új szuper rendezőket kísérletezésekkel is lehet találni, sőt, néha így a legjobb, de ez általában a kockázat veszélyét foglalja magába. Itt is ez látszott. Aztán, ami még talán fontos, hogy nem csak második Erzsébet életét láthatjuk, hanem egy részben már említettem, Churchill nagyon fontos kipogozásra kerül, illetve az anya királynő is néha egy-egy kisebb, nagyon látványos skóciai szállat kap. Vagy például Margaret, vagy Margit hercegnő szintén, de kiemelhetjük a, úgymond a magántitkárokat is, vagy most tudom, minek hívjam pontosan, akik közvetlenül minden ügyben segítik, feljegyzik, szervezik második Erzsébet, és hát az apja is korábban bárki, és később is talán bárki, bármely király és királynő ügyeit. A különböző utódlások, öröklések, címek, sora és kérdéskörre kerül nagyon sok minden, és a legtöbb sem nagyon jól, érdekesen tálalva. Nagyon vicces szólások, szövegek is vannak, és angol humor is történetben. Ez a legtöbbször működik, valamikor nem. Híres szlogenek, például Churchill-től elhangoznak, előkerül a Victoriel is, vannak ilyen szimbolikus, jól ismert karakterjegyek bizonyos karaktereknél. Igazából azt kell mondanom, hogy nagyon meglepődtem pozitívan a sorozaton egyelőre. Az első évad nekem nagyon tetszett, nagyon jól induló volt, nagyon hangulatos is, de azt mondhatom talán, mivel kicsit egy lassan beinduló, de a karaktereket részletesen jól kibontó, nagyon jó színészi játékkal operáló sorozatról beszéltünk, ahol a lényeg sajnos, vagy nem sajnos, de nem az esemény sodrásán, hanem az ügyek felterítése, mivel ez nem egy krimi, és nem a pörgésen van, hanem a karaktereken és azok döntésein, kényszerein, életén, döntéshelyzetein. Ezért azoknak ajánlom főleg, akik az ilyen típusú drámákat, sorozatokat szeretik, egyetlen az sorozatokat, viszont azok közül egyszerűen tényleg az egyik legjobb, az egyik legjobban oda figyelt, legnagyobb költségvetésre rendelkező ilyen típusú sorozat, amely érdemes a figyelemre, érdemes arra, hogy legalább egyszer megnézzétek, mert szerintem azok is, akik az ilyen típusú sorozatokat, életrajzi drámai sorozatokat nem kedvelik. Egyszerűen mindenki érdemes vele egy kört tenni, legalább az első évaddal, mert nagy részt tartani tudja azt a minőséget, amit az első egy pár epizóddal egyébként elindít, és csak néha botlik bele a bicskája abba, hogy azért ez mégsem egy olyan sorozat, amit minden héten azért fogunk várni, mert a történések,
csavarok hozzák előre, tehát azok, akik ezt várják, azoknak ez nem fog tetszeni. Ilyen szempontból tényleg egy bizonyos árnyoldala, de nem is ez a célja a sorozatnak, és amit viszont beválaszt nagy részt, viszont tudja teljesíteni. Ugye ennyit akartam mondani a sorozat első évadáról, de ezt is folytatjuk majd a második évaddal, én az első évadra egy 86%-ot adok. Nekem nagyon tetszett, de vannak hibái, és bizonyos karaktereket még jobban ki lehetett volna bontani, akikre már nem jutott idő, hiszen mint mondottam, sok karakterre akartak fókuszálni, némelyikre sikerült, egyébként némelyikre meg nem annyira. Remélem a másik évadban viszont kicsit ezeket a karaktereket is még jobban megismerjük, és egy kicsit jobban fölpörög az események sora azután, hogy az első évadnál minden karaktert igazán jól megismertünk és lefettünk. Búcsúzom tőletek, sziasztok!